Most az együttmegörökedésnek még a legérzékenyebb pontját még nem is említettem, az, hogy mikor megy az utcán egy idős pár, és kézen fogva mennek, én kép egyszer a Király utcába autóval, mert akkor még nem volt ennyire rossz a szemem, még vezettem, és autóval mentem, és megláttam, hogy egy fehér, ilyen tört fehér kardigános néni és egy bácsi kézen fogva mennek a járdán, és a bácsinál van még egy ilyen, volt azok a kis nejlon cekkerek, és a cekker megy a bácsinál, és kézen fogva mennek, és az első lukba félreálltam, és után parkoltam, kész, és utánuk szaladtam, és bocsánatot kérek még ma is tőlük, hogy hátulról lefényképeztem őket. Mert azt hittem, hogy ott halok meg, azt olyan szépnek láttam. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Immár századszor találkozunk hasonló keretek között. Két évvel ezelőtt pontosan ilyen tájt készítettem az első interjút Pogány Judittal. Akkor néhány nap alatt olyan számú a folytatást követelő üzenet, levél, komment jutott el hozzánk, hogy noha nagyon nem vagyok az úgynevezett második részek híve, feltettük a kezünket, és újra meghívtam a művésznőt. Most, amikor közeledett a 100. epizód, a közösségi médiában megkérdeztem a követőket, kivel szeretnének egy jubileumi beszélgetést. Nos, ők is megerősítették korábbi elgondolásunkat, hogy újfent nagyon örülnének neki. Következzék tehát a Nemzet Színészének december végén megválasztott Pogány Judit. Hát ismét egy rendhagyó adás. Immár a 100. Szavakon túl felvételére kerül sor. Őrület. És hát harmadszor fogunk beszélgetni művésznő. Mert hogy megkérdeztem a közönséget az Instagramon, hogy kit szeretnének látni, hallani, és hát nagyon sokan kérték a művésznőt. Ez tényleg fantasztikus, és köszönöm a nézőknek, vagy inkább a hallgatóknak főleg, megtisztelő. És már azért is jó, hogy beszélgetünk, mert nemrég lett a Nemzet Színésze a művésznő. Valóban. Na, ez mondjuk azért nem egyértelmű felhőtlen öröm. Miért? Azért, mert mindig meg kell valakinek halni ahhoz, hogy egy következő ember ehhez a címhez hozzájusson, vagy örülhessen. Tehát a Csomós Mari nekem akkora vesztesség, tehát olyan fájdalom, hogy nem tudom, úgy mondanám, hogy bármelyik pillanatban lemondanék erről az örömről, erről a címről, pedig tényleg nagyon megtisztelő, és érzi az ember a megbecsülést a saját kollégái részéről. Önök barátnők voltak? Nagyon jóba voltunk, nagyon jó barátnők. De mindenképpen magam előtt járónak tartottam Marit is, és a Molnár Piroskát. Tehát pedig a Piroska meg fiatalabb nálam. Már úgy érti, hogy előtte járónak, hogy így szakmailag? Szakmailag. Szakmailag, és hát a pozíció tekintetében. Őket tehát, süvegelte meg igazán? Igen, 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 igen. Tehát én mindig nyomukban próbáltam, szóval igyekeztem jó lenni. Hát akkor még nagyobb dolog, hogy helyette lett a Nemzet Színész. Borzalmasan nagy dolog. Csak azt mondom, hogy lemondanék róla, tehát hogyha Marival még együtt lehetnénk. Ilyenkor az ember kicsit sejti azt, hogy fölmerült a neve, lehet, hogy majd jön egy telefonhívás, várja aznap. Most nem merült fel. Már volt pár évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan időszak, amikor nem tudom ezeknek, ez hogy szivárok ki, de hírem ment, hogy a Mari is jelölve volt, meg én is. És akkor a világ legtermészetesebb dolgának tartottam azt, hogy ha ez a kérdés, akkor az a Csomós Mari. És akkor ő bekerült ugye ebbe a körbe, ebbe a 12-be, és utána még volt egy-két olyan alkalom, amikor ismét pótolni kellett, valaki elment, pótolni kellett a létszámot. Ugye ilyenkor mindig a fennmaradó 11 egymás közt egymás választja között ki titkos szavazással. Igen, a követ. Hát az, hogy titkos, azt én nem tudom, mert még nem voltam ugye soha. Jó, hogy egymás közt lehet, hogy nyilvános, persze. Egymás közt meg kell találni, hogy beszéljék. Igen. Mert azt hiszem, hogy majd, hogy nem egyhangú szavazásra van aztán szükség, hogy mindenki bele kell, hogy egyezzen valami ilyesmi. De ezeket csak így ilyen pletyka szinten tudom, mert hogy sose voltam még ott, és ők meg azért tartják ezt a titkot maguk közt.
Hogy jön egy ilyen értesítés? A Nemzeti Színház igazgatója hívja föl. Igen. Az nagy meglepetés volt. És azt mondja, hogy hát itt ülnek körülöttem a Nemzet színészei, és akkor így teljesen kiment belőlem. Hát és akkor az ember ezt alig hiszi el. Tehát, hogy akkor mondom, eltelt azóta, hogy először jelöltek, attól kezdve eltelt már jó pár év, és én már nem gondoltam rá. Tehát azt gondoltam, hogy nem az a belső hangulat, hogy abba én beleférek. Tehát egyáltalán nem gondoltam, hogy ezért fog fölhívni. Úgyhogy tényleg, hát egy ájulás. Ájulás? Mondtam is neki, hogy hát nem tudok mit mondani, nem tudok megszólalni. És akkor a Dorottya, az udvaros Dorottya volt ott a legélénkebb, egyből belebeszélt a telefonba, hogy Jutka, itt vagyunk, gratulálunk. És akkor hát elkezdtem valahogy felfogni. Kit hívott fel először? Először senkit. Én órákig senkit. És nem is tudtam, hogy nem volt, hogy én magam Jézusom, hogy nem kapok levegőt, olyan csendesen eltelt pár óra, vagy egy fél nap, vagy nem tudom mi. Azt hiszem, hogy a művészeti titkárunkat, a Törőmonát. Tehát egyszer csak úgy odaszóltam azért neki. Ja, és a fiamat is. Ez alatt, a fél nap alatt, vagy pár óra alatt, amikor úgy csendben van, egymagában az ember. Teszek-veszek, én otthon nagyon sokat teszek-veszek. De akkor mit gondol végig az ember egy ilyen hír után? Hát, hogy létezik ez? Tehát, hogy lehet, hogy elkezdek gondolni személy szerint arra a belső körre, a 11 emberre, hogy vajon miért fogadtak el? Tehát, hogy miért szavaztak meg, hogy ez lehetséges, hogy bekerüljön. De kételyeket ébreszt önben? Persze, abszolút, igen. Nem olyan magától értetődő, hogy ön oda tartozik? Nem, mert azonnal elindul, és nem is úgy telt az a pár óra, hogy én felhívtam a Törőmonát, a művészeti titkárokat, a fiamat, hanem pörög a kerék, hogy kik azok, akik még szóba kerülhettek volna, akik most esetleg számítottak rá, akik most csalódtak, akik nagyon rászorulnának, és mégse. Tehát, hogy ez nagyon pörög a kerék ilyenkor azért, hogy kik azok, akiknek ez most szomorúságot okoz. De volt olyan időszak, vagy periódus, amikor úgy nagyon át tudta ezt élni? Tehát, hogy meg tudta ünnepelni? Nem, tehát nem volt ünnepség, meg köszöntés. Nem volt? Nem. De otthon, családi körben sem csinált semmit? Nem. Annyi volt, hogy ez december 15-én történt maga a választás, tehát a szavazás. És december 16-án volt férjemnek, a Koltai Robertnek a 80. születésnapja idén. És a fiam egy étteremben rendezett egy aránylag szűk körű, részben családi, részben baráti körből egy aránylag szűk körű összejövetelt, és akkor ott 16-án, de jöttek, hát SMS-ek, meg messenger üzenet, az aztán tényleg, azt mondanám, dögivel. Tehát, hogy a mai napig nem tudtam megköszönni. Említette Koltai Robertet. Igen. Jóba maradtak akkor, ugye? Mert annak idején, a válások idején azért nyilatkozott ön, hogy azért csalódott, meg van bántva, de akkor elsimultak ezek az ellentétek. Az idő nagyon sok mindenre orvosság, tehát ez ebbe, erre lehet számítani, ebben lehet bízni, hogy az idő elmossa. Abban az időben persze elég sokat bőgtem is, meg nagy fájdalom volt. Gyakorlatilag nekem volt egy rögeszmém, amit a szüleim miatt éreztem, hogy annak úgy kell lenni az életben, az, hogy betegen, öregen, csúnyán, meghízva, bárhogy, de az ember valami miatt szereti a másikat. És ezer vihar és veszekedés után is kitart mellette. És az együtt megöregedés az egy olyan fantasztikus csoda lehet azt megélni, együtt megöregedni, hogy azt a Robi elvette tőlem. Tehát ezt a fajta csodát azt ő elvette ilyen módon, hogy a bizalom megromlott, és mindenki kérdezte, de miért nem bocsátok meg, mert nem tudom, hát mert nincs kedvem. Tehát én azt gondolom, ha egy kapcsolat jó, az legyen, ha meg nem jó, az ne legyen. De akkor én miért nem lehetek szabad inkább? Tehát rossz kapcsolat ne legyen. De ha ennyire ragaszkodott ahhoz, hogy együtt, szépen, ketten megöregedni, ezt a szót használtam. Igen.
akkor sem érlegelte azt, hogy nem. ennek árán az ember nem. lehet nagy vonalú? Nem, mert ha a bizalom elromlik, akkor az nem lehet javítgatni. Az nem úgy van. Én szerintem utána újra és újra mindig elbizonytalanodna az ember, hogy nem csapják-e be, vagy nincs-e valami mégis, valami rossz, amiről nem tud. Na nem azt mondom, hogy véglegesen és teljesen elmúlik egy-egy ilyen rossz érzés egy emberből, de az, hogy már nem az az intenzív, folytogató fájdalom működik egy bizonyos idő után, az teljesen biztos. Mert volt ilyen időszak is, amikor azért ez nagyon abszolút, megviselte. Persze, nagyon, nagyon. Most az együtt megörökedésnek még a legérzékenyebb pontját még nem is említettem, az, hogy mikor megy az utcán egy idős pár, és kézen fogva mennek, én kép egyszer a Király utcába autóval, mert akkor még nem volt ennyire rossz a szemem, még vezettem, és autóval mentem, és megláttam, hogy egy fehér, ilyen tört fehér kardigános néni és egy bácsi kézen fogva mennek a járdán, és a bácsinál van még egy ilyen, volt azok a kis nejlon cekkerek, és a cekker megy a bácsinál, és kézen fogva mennek, és az első lukba félreálltam, és után parkoltam, és utánuk szaladtam, és bocsánatot kérek még ma is tőlük, hogy hátulról lefényképeztem őket. Mert azt hittem, hogy ott halok meg, azt olyan szépnek láttam. Még néha meg is nézi azt a képet? Most már én nem tudom, hogy hova tettem. Olyan egy raktárban élek, ahol az egész életünkben bárki meghalt, mindent oda ürít, az összes lakást, mindent oda ürítettünk ki, ahol én élek Szigetszentmiklóson. Tehát ott már, hogy melyik dobozban mi van becsomagolva, már nem tudom. És rettenetesen szeretem nézni a régi képeket. Meg is hatódik, és örömet okoz. De meg is hatódik néha? Nem, csak boldog vagyok miatta. Tehát egyszerűen, engem nem érdekel az, hogy eltelt az idő, meg megöregettem, meg nem tudom mi, mert olyan végtelenül gazdag emlék van mögöttem, olyan gazdag vagyok emlékekben és megéltségben, hogy azt már senki nem veti el tőlem, és ez nekem boldogságot okoz. Az igaz, hogy Koltai Robiba is egy fénykép nyomán szeretett bele? Nem nagy beleszeretés volt az, de szimpátia. Igen. Azt nem tudom, már elég sok helyen elmeséltem, ha ismétlésekbe bocsátkozom, bocsánat, de a Besenyei Ferencnek volt két ikerlánya, a Besenyei Zsófi és a Besenyei Kata. És ezek közül a Kata orvos lett, és a Zsófi pedig színész szeretett volna lenni. És akkor egyszer csak mutatott nekem egy fényképet, hogy na, jövőre jön a Koltai Robi, ide szerződik a főiskola Koltai Robi, majd az tetszeni fog neked. Addigra mi már 2-3 évet lányként együtt töltöttünk, most a lányként úgy mondom, hogy a Zsófi mutatósnő volt, én meg egy kis vékony piszkatfa, tehát semmi. De viszont nagyon válogatos voltam, borzalmi. Tehát ha véletlen valakinek én tetszettem volna egy picit is, azt tudta, hogy nekem nem tetszett, és aki nekem tetszett, az rám se nézett. Tehát én mindig én voltam a harmadik. Zsófinak rengeteg udvarlója volt, és én voltam a barátnő, aki akár egy üzenetet visz, akár csak falaz, vagy nem tudom micsoda, de mindig én voltam közben. A harmadik. Nem, semmi bajom ezzel nem volt. Nem, én láttam magam kívülről, hát én sem választottam volna magamat. Tehát, hogy, ne mondjon ilyet. De komolyan, de teljesen így van. Nem, hát amikor a színházhoz kerültem, elmúltam 21 éves, és akkor engem 12-14 éves gyereknek néztek. Tehát nálam nem volt aktuális, hogy engem nőnek nézzenek. Nem túlságosan önkritikus önmagával? Nem, én nagyon tárgyilagos. Ha visszanézi a korábbi képeket, csak látja, hogy egy csinos nő volt. Egy-egy szerencsés pillanatban el lehetett kapni azt is, hogy helyes vagyok. De úgy általában én nem voltam feltétlenül helyes. Tehát nem. Aztán később, amikor már talán rafináltabb voltam, mint nő, vagy mit tudom én, és úgy azt hiszem adta magikat. Tehát akkor már előfordult. Voltak, mikor úgy kepeckedtek utánam. Azt az élvezte. Voltak ilyen időszakok. De nagyon élveztem.
Igen, konkrétan is volt olyan, amikor tudtam, hogy valaki azért ül a színházban a portálban, mert éppen jelenetem van és néz. Tehát ezekről tudtam, igen. De megnézte Koltai Robert képét, és akkor dobbant egy nagyot egy szívet. Na, és akkor azt láttam, hogy igen, mert én nem vagyok olyan típus, mint általában egy színésznőtől elvárják, mint amilyen egy színésznőnek lennie kéne. És azt láttam a fotón, hogy ez a fiú se olyan, mint amilyennek egy színészt képzelünk. Tehát egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon kedves, mosolygós, és nem a nők bálványa típusú arc. Tehát ő sem volt, hát nem volt egy Gregory Peck, vagy mit tudom én. Tehát, hanem annál egy kicsivel kerekebb arcú. Mi tetszett civil. Meg önben? Önnek. Az a fajta hihetetlen, őszinte és tiszta ember szeretett, ami a Robiból egész életében mindig is sugárzott, és ahogy a mai napig tud gondolkodni emberekről. Nagyon, nagyon ritkán lehet a Robitól rosszat hallani valakiről. Tehát ő szeret szeretni, szereti az embereket szeretni, és az valahogy a fiatalkori képén is látszott. Az a fajta egyszerűség és őszintesség. Ez nagy szerelem volt az elején? Tehát olyan nagy elsöprő? Azt sem mondanám. Nem. Hát sőt, én nagyon visszafogottan tudtam. Tehát nem feltétlen mutattam ki a szimpátiát. Mert azt hiszem, hogy rettenetesen tudtam félni a visszautasítástól, és ettől én nem mutattam meg, ha valaki szimpatiát. Tehát szeméremből egy picit. Igen, meg szorongásból. Tehát, hogy nehogy visszautasítsanak, nehogy kudarcot valljak. Ezért én nem mutattam meg általában a szimpátiámat senki felé, csak úgy belül, visszanyomva, eltitkolva. És akkor a Robi ottan bizony komoly formában elkezdett udvarolni bizonyos táncos lányoknak, és jártak is ottan, és azt én végig is kellett nézzem, hogy mással jár. Hú, hát az szívrepesztő lehetett, hogy közben megtetszett. De közben meg annyira tárgyalagos voltam, hogy tudtam, hogy a másik lány csinosabb. És ez nem valahogy, elfogadtam ezt a dolgot, hogy a másik lány csinosabb. Hogy sikerült mégis felülkerekedni a táncos lányokon? Hát, a Rob is kiszúrta azt, hogy én más vagyok, mint általában a fiatal lányok, tehát egy más típus, és azért elkezdett ez neki szimpatikusnak lenni. Meg néha a tehetség is az, ami megszépíti a másik embert. Aztán egyszer volt egy költözködés, a Csikos Gabi is micsoda csodás színész volt, de ő már nem él, ő már elment, de ő költözködött egyszer, és akkor hát a kollégáknak kell segíteni kocsi, amíg akkor senkinek nem volt. És emlékszem, hogy ilyen szatyrokba, meg cekkerekbe két megpakolt szatyorral cipekedtük a könyveket. És pont a Koltai Robi meg én egyszer így ketten segítettünk, és cipeltük a könyveket egyik lakásból a másikba, és ott történt aztán egy ilyen komolyabb együttmaradás. Tehát, hogy addigra már sokat voltunk együtt. Igen, akkor már egy éve lassan, hogy egy társaságba járogattunk. Még egy férfiről hogy beszéljünk, ő pedig Őrsi István. Mert a legutóbbi beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogyha egyszer még beszélgetünk, akkor egy kicsit Őrsi Istvánt megemlítjük, ebben maradtunk. Igen. És azt írta az Őrsiről írott emlékező könyvben, hogy biztos lesz még rendező, dramaturg, barát, de olyan, mint Őrsi, biztosan nem. Olyan soha többet. Miért? Milyen volt ő? Fény lett a szellemisége egyszerűen, sütött, sugárzott. Tehát a barátságnak, az igazságérzetnek, az emberszeretetnek valami olyan eszenciája volt az Őrsi, mint személyiség, és azok a munkák, amiket együtt csináltunk Kaposváron, azok egy életre behatárolják az embernek az értékrendjét. Ő könnyű ember volt? Nem annak hírében állt. Azért tudott tüskés lenni, ugye? Tudott tüskés lenni, de csak olyankor, ha igazságtalanságot érzett, és vissza akart bántani, vagy. De egyébként
nem tudott tüskés lenni. Egyébként, hát egyébként én nem tudom, hogy önálló melegebb szívű, nagyobb szívű embert ismertem-e már. Sokat kockáztatott érte, mert hogy a szamizdadokat is egyfelől terjesztette, igen. Másfelől meg a műveit áthozta a határon, ami hát akkor azért főesztés az terhe mellett. Volt, az nagyon kemény volt, mert ugye a 80-as évek első fele, akkor, aki be volt tiltva, már pedig Őrsi Pista Magyarországon, akkor már be volt tiltva, el kellett őt ugye bocsátani a társulattól. Kaposvárról. Kaposvárról. Azt mondták Babarcinak, az igazgatónak, hogy vagy ő, vagy a társulat. Válaszol, döntsön, igen. Vagy Őrsi Pista, vagy a társulat. Tehát akkor a Kaposvári Színház a bezárás határán. Ő a dramaturgia volt ennek a színháznak. És dramaturgként dolgozott. Az volt az egyetlen olyan döntése, amikor azt mondta, hogy nem hívja össze a művészeti tanácsot, mert nem akarja megosztani ezt a terhet a színészekkel. Egyedül döntött úgy, hogy a társulatot választja, és Őrsi Pistát egy négy szem közti beszélgetésen megkérte, hogy mondjon fel. Tehát nem kirúgni akarta, vagy elbocsátani, vagy hogyan nevezzük ezt, a felülről jött tanács szerint, hanem hogy az Őrsi Pista mondjon fel. És akkor az Őrsi akkor költözött ki Berlinbe. Gyakorlatilag nem tudtuk, hogy visszaköltözik-e valaha Magyarország, de hát aztán, ahogy egy kicsit csitult körülött a dolog, már akkor nem is csitult, folyton Kaposváron volt. Egy ideig aztán az volt, hogy amikor mi valahol nyugaton jártunk, akkor ugye meg volt nyugat, meg kellett. Tehát valahol kint jártunk egy-egy előadásunkkal, ő tudta ezeket a vendégeket, és akkor mindig oda jött. És akkor ott tudtunk vele találkozni. És ugyanígy történt ez, Nancy-ba voltunk fesztiválon, a Mare Halála című előadásunkkal, és ő természetesen ott megjelent, ott volt. Sőt, amikor megtudta, hogy a Koltai Róbert meg én még nem voltunk Párizsban, és ő kocsival jött Nancy-ba, akkor azt mondja, na, akkor pakoljunk. Tehát mi nem a repülőre szálltunk akkor fel, hanem az Őrsi Pista kocsijába, és elvitt minket Párizsba 3 napig, ott vele bolyongtunk és éltünk. És akkor már a búcsú délután tartottuk, összeültünk egy, ahol ott is voltak olyan kis presszók, ahol a járdára így ki voltak pakolva, hogy azért. És ott kint ültünk az utcán egy ilyen járdai teraszrészen, és ott mondta, hogy most már elkészült a Lukács darabbal, és most már csak kell keresnie majd egy embert, aki haza tudja juttatni az anyagot. Hát ez a betiltás csúcspontján volt akkor, és akkor mondtam neki, hogy miért kell annyira keresni, mikor itt vagyunk. Azért nem barát, hogy barát nem lett. A barátnál nem csak az van, hogy a barátot félti, ez nem ennyi volt, hanem a barát nagyobb veszélyben van, mert jobban figyelik, hát ki van téve a figyelemnek. Hát jobban eszükbe juthatja, hogy... Mi történt volna, ha akkor önt elkapják a határon? Akkor annyi a pályának. Igen? Az teljesen biztos. Akkor ez annyira éles volt abban az időben ez a helyzet, hogy akkor biztos, hogy megtalálják a módját, hogy hogyan távolítsák el az embert ugye a pályáról. Nem is mérlegelte mindezt? Nem. Ellentmondva Őrsinek, elvette tőle ezt a darabot? Abszolút. Tehát mondtam neki, hogy miért kell kérni, mikor itt vagyunk. Nem, barát, nem, nem. Mondom, hát velem nem fogsz vitatkozni, mert én velem még olyan nem volt, hogy ne én győzzek. Tényleg? Abszolút. Tehát amikor az igazamat érzem, akkor az nem létezik, hogy bárki befolyásoljon. Akkor a végsőkig tudok, ha az igazamat valóban érzem. Nem is ismernénk önre? Hogy? Nem ismer, nem. Nem. Hú, én rólam mindenki azt hiszi, hogy ez ilyen kedves kerek, hogy én olyan kedves. Dehogy vagyok kedves, kőkemény ember vagyok. És ha kell, gonosz. Tehát, hogy tud gonosz lenni. Abszolút, abszolút. De kivel szemben? Akit én valami miatt bűnösnek tartok, vagy valami olyan hibát érzek, ami nem maradhat szó nélkül. Kollégával szemben is tud gonosz Tudok lenni? Tudok gonosz lenni, ha akarok. De mit kell elkövetni egy kollégának, hogy gonosz legyen? Jellemtelenséget például. Neki mondja meg, vagy mondjuk a társulat előtt statuál? Azt a helyzet statuál... dönti el, erre Jelent. Nincsen rendszabály, vagy valami, tehát erre nincs tervezet, ez kibukik az emberből, és olyankor gondolkodás sincs. Akkor csak az kibukik, és kész. Mondja gáttalanul? Az a típus? Akkor elmondom, igen.
Még akkor is, hogyha ez lehet, hogy helyrehozhatatlan károkat okoz kettőjük kapcsolatában? Akkor is, ha annyira nagy volt a baj. Volt ilyen, akivel nincs beszélő viszonyban, ilyen miatt? Akivel nem vagyok beszélő viszonyban, a szakmán belül nem, nincs. De olyan, aki, na hogy mondjam, tehát azért nálam van egy idegrendszeri hiba is, hogy megbocsátani még tudok, de elfelejteni nem. Ezt a Popper írta valahol, hogy meg lehet bocsátani, csak soha nem felejtél az ember, hogy miért bocsátott meg. Igen. Tehát az benne marad a pakliba. Tehát hiába, most ilyen kapcsolatom elég sok van. Akivel, tehát nem az van, hogy többet nem beszélek vele meg minden, csak mellé pakoltam a tudnivalót. És átkerül egy másik polcra. És attól még nagyon jóba is tudok vele lenni. Sőt, a pozitívumait elismerem meg hibáival együtt is tudok valakit szeretni. De azért a pakba benne van az, amit megtudtam róla. Egy előadáson történik valami hiba, és akkor a partner, tehát nem én hibáztam, hanem a partner, és utána, amit mondanak, hogy a hazug embert előbb-utól érni, mert a sántakutyát, akkor utána a véletlen úgy hozza, hogy én megismerkedek valakivel, aki érdekességből elmeséli nekem, hogy mit mesélt neki az a másik ember rólam. Hogy ön hibázott. Hogy én hibáztam, igen. Tehát úgy meséli el, mint azt a hibát nem ő követte volna el, hanem én. És ez egy nagyon komoly jellemtelen, ezt egy ilyen hibának rovom fel, jellemhibának, de ha nem fontos, akkor el sem mesélem az illetőnek, és nem is éreztettem vele, csak attól kezdve benne van a viszonyunkban ez is. De van, akivel érezteti. Tehát van az a szint, amikor azért kifejezésre juttatja. Olyan is van, amikor esetleg szóba kerül, vagy akár éreztetem is, vagy valami, de most az egyik ilyen legfájóbb dolog, az egy egészen hozzám közel álló kollega, és nem éreztettem vele. És elmondható, hogy ő mit csinált? Hát volt egy olyan előadás, amiben ugrott 5 oldalt. És én így pörgött a kerék, hogy és vissza tudtam ugrani. És utána annak úgy mesélte el, hogy ő azért lett hamarabb vége az előadásnak, mert a pogány ugrott 5 oldalt. És akkor ez egy, én nem is értettem, hogy mit mesél nekem ez az illető, mert ez annyira hihetetlen volt. De aztán nem akarom védeni őt. Azt se tudom, kiről van szó. De ilyenkor ez nem inkább félelemből fakad. Egész egyszerűen ő nincs abban a pozícióban, hogy bevállaljon egy ilyen hibát, és gyávaságból, megalkuvásból. De ez nem szép de dolog. Miért kell védeni? Nem kell ilyet csinálni. Nem kell ilyet csinálni. Nem kell ilyet csinálni. Nem kell ilyet csinálni. Ön, ha hibázik, akkor abban elnézést kérek. Azt elhiszem, meg tudja is magát ostorozni, ugye? Azt is. Sőt, én 2 napig tudok, nem mindig látszik rajtam, de én 2 napig vagyok belebetegedve. De szövegtévesztés? Igen, például. Hát ami az egyik legnagyobb fájdalom, nekünk az Örkény Színházban van a anyám tyúkja 1 és az anyám tyúkja 2. Teljes est, tehát 2 felvonásos teljes előadás volt mind a 2, amiben verseket mond az egész nem az egész társulat, mert aki később szerződött oda, az például már nem került bele, vagy valami. És akkor egy Pilinszky verset, az Apokrifot mondtam anyám tyúkja 2-ben. Kifordultam, és szembe kaptam egy erős reflektort, és mondtam, hogy apokrif. És teljes róló. Tehát volt, amikor, mire idefordultam, odafordultam, előrefordultam, éreztem, hogy ne csúsztak le a székről, és csak a nagy semmit láttam egy mélyis. Tehát eddigre megvakultam teljesen, és lerolóztam a versben. És az egész társulat addigra, ennek az esnek az utolsó verse volt, egy záró pillanat, és az teljes társulat ott ült. És éreztem, hogy ezt a szégyen nekik is végig kell élni, hogy én belesülök a versbe. Hát ott azt hittem, ott, és akkor 2 napig, hogy oldotta meg mindezt? De inkább attól? Volt, amikor vártam kicsit, és mégis eszembe jutott. Volt, amikor nem a vers elején történt, hanem közben, és cseréltem versszakot,
De valaki, ott ültek magyar tanárok, volt, aki tudta a verset, ez ciki, halálszégyen. Két napig ilyenkor nem alszik. Nem, de van, hogy még alszom is közben, de rettenetesen fáj. Rettenetesen fáj. És akkor olyan is van, mikor átalakítom, mert a szó nem jut eszembe, és mást mondok helyette. Hát az se egy öröm. Nem öröm, de hogy nem tud az ember x évente megbocsátani magának nem. Egy-egy hiba miatt? Nem. Nem, a mai napig, 1978-ban játszottam a Ödön von Horváth Mesél a Bécsi Erdő című csodálatos darabjában Mariant, Asser Tamás rendezésében Kaposváron. És amikor a premieren az a fajta, nem működött az a fajta empátiakészség, ami miatt én egyáltalán szeretek színész lenni. És most 2024, és a mai napig megfojta a rossz érzés, hogy én akkor nem játszottam jól. Nem tudom megbocsátani. Ez rosszabb vagy jobb az idő előre alatt áll, hogy még szigorúbbá válik az ember? A felelősség az nő. Ma van olyan előadásom, ami elején nem izgulok és nem remegek, hanem rángatózok, annyira izgulok. De ez mi múlik? Azon az óriási felelősségen, hogy alkalmas vagyok-e, részben szellemileg is, de főleg fizikailag. Én jobban romlok fizikailag, mint szellemileg. Szellemileg még nem érzem a nagy hibát, de fizikailag nagyon sok hiba van már. És hogy alkalmas vagyok-e végcsinálni, erővel, szuggesztívan, jó ritmusba, tökéletesen azt az előadást, ami aznap van. És vannak igen nagy felelősségű előadás. Mondjuk a Szabó Magda az ajtó, ebben az Emerenc, ez részben, hogy mondjam, tehát olyan, mintha a pályám összefoglalását szeretném átnyújtani. Tehát a farcú, érzelmetlen pillanatoktól kezdve egészen a halláláig menően iszonyatos, csodálatos skálát lehet végigjátszani. És nincsenek hozzá túl sok eszköz, hiszen ülök egy helybe, aztán később egy tolókocsiba, de eszköztelenül kell megélnem azt, amit végig kell élni. És ha azt érzem, hogy nem vagyok koncentrált állapotban, akkor nagyon tudok tőle félni. És a félelem most már mindig van. De ön szerint eljön majd az a pillanat, amikor egyszer azt mondja, hogy én már ezt nem kérem annyira? Már mit, hogy a színházat, az előadást, az előlevést. Igaziból már több ízben eljött, és már többször szerettem volna úgy dönteni, hogy mi lenne, ha már nem csapnám be magamat vagy a közönséget, vagy nem tudom. De ugyanakkor meg az van, hogy amikor vége egy előadásnak, és azt látom, hogy boldog a közönség, és ordít. Tehát mikor úgy kilépek tapsra, és akkor fölsikoltanak, meg fölordítanak. Hát az a mámor. Igen, és azt érzem, hogy addig meg miért ne adnám ezt, ha még ennyit még tudok adni, akkor azt még adni kell. De mivel tennének a napjai színház nélkül? Hát én nagyon szeretek otthon lenni. 8 cicám van, 8 befogadott cica. Ezt nem mindig szabadna elmondanom, mert a szomszédok biztos nagyon dühösek rám. Tehát nem szabadna bevallanom eredetileg, de talán már meg is szokták, hogy bolond öreg asszony, 8 cicája van, nem tudom. De most sülöket is etetem, azok most alszanak, most a madarakat, de nem is tudom már, ez már sok nekem fizikailag például egy házat rendbe tartani, úgyhogy van segítségem, és egy csodálatos baráti család van ott nekem, akik ha az anya nem ér rá, akkor a lánya jön segíteni, vagy valami. Tehát van ehhez nekem segítségem, de ezzel én el vagyok, de gyakorlatilag egész nap totyognék otthon megtenni. Nem lenni. Hiányozna a színház? Meg lehet, az hogy ez, de gyakorlatilag az anyag, ami annyira szép, és amit én szeretnék még végigmondani, az azért biztos hiányozna. De az a baj, hogy az előbb egy picit félbe elkezdtünk elkanyarodni, és fölbehagytuk az őrsit. Én vissza akartam várni, hogy ott vagyunk, Franciaországban. Ott a járdán. Ott visszatértünk a járdára, és elveszi tőle. Igen, de a nem, csak megnézni, hát rafináltan kell, mert nem adja ide, de megnézni. Elveszem, és nem adom vissza. Erőnek erejével magánál tartja. Eltettem, igen.
hála Isten, elég nagy szatyrokkal járok, tehát mindig van hova eltenni. De a történet vége azért még elég érdekes, bár ezt is már tudom, hogy elmeséltem. Az, hogy vonaton jöttünk hazafelé, és a kupéba, és az egész kupéba, az összes bőrünt közül azt az egyetlen egyet kérték le a határon, amiben az Őrsi Pista kézirata volt, mert hogy ketten voltunk a Robival a kupéban, de mások is, csak mi ketten, és akkor mondtuk, hogy két bőröndünk van, és azok közül az enyémet kérték le. Szíve a torkában dobogott? Éreztem, hogy most baj lehet, igen. Nem feltétlenítő, hogy szívem a torkomban, de tudtam, hogy itt most baj lehet. És nem is, az ember nem is feltétlenül saját magát félti egyben a helyzetben, hanem ugye megint az Őrsi Pistát, hogy mi lesz. Nem azon gondolkodod, hogy most elkapnak, nekem annyi? Nem. Nem, de közben azért azt is tudtam, hogyha véletlenül. De hát csodálatos volt, mert egy áruházban, a játékosztályon vettük, akkor ez még nagy újdonság volt, hiszen 1983-84-ről beszélünk, egy kis, ilyen kis tokivoki, tehát ez a kis telefonkészülék, amit a fiamnak vettünk ajándék. Tehát Franciaországból ő azt kapta volna, mint ajándék. És úgy nem nagyható sugarú a dolog, bent a lakásba beszélhetünk volna, hogy ő kimegy a kert végébe. Tehát, hogy egy gyerekjáték. Na és akkor ennek a doboza, ez az egyik bőrünkben. Volt egy pulóver, alatta ez a játék, még egy pulóver, vagy valami még valatta, és alatta az Őrsi Pista kézirata egy dossziéban. És elkezd, és na nyissuk ki, nyitom, és elkezd így fölemelgetni a dolgokat, és akkor picit meglöktem, amikor... Semmi baj. És akkor egyből, ez mi? Mondom, a gyerek ajándéka. De hát, hogy mi ez? Mondom, kis tokivoki készülék. Ez stilos, ez hangtechnikai. Mondom, ezt egy gyerekosztályon vettem az áruházba, ez egy játék. De ez egy hangtechnikai kész. Mondom, igen, kis hangtechnikai játék. Mondom, azt hiszem, hogy 500 méter a maximum, amit bír. De hát ez stilos. Mondom, ne bolondozzon velem, ezt az egy ajándékot hoztuk. Ugye alig volt pénzünk, tehát mi nekünk soha nem volt gyűjtött pénzünk. Mondom, ezt hoztuk a gyereknek a francia utunkról, mondom. De nem, ezt nem lett, és elvette. Elvette, és akkor még volt olyan időpont, amikor én csak ezért voltam dühös, hogy elveszi a gyerek ajándékát. És egy kisgyereknek mit magyarázzak otthon, hogy a vámnál nem engedti. És elvette a gyerek ajándékát. És aztán utána ennek a vitának úgy lett vége, hogy ő elvitte az ajándékot, ha még egyet lapozott, van az Őrsi Pista kézikönyve, vagy a kézirata. De azért a művésznő egy bátor ember. Én bátor vagyok, igen. Én ezt tudom. De az hogy van, hogy egy ember, aki azt mondja magáról, hogy hát nem nagyon volt nekem önbizalmam, nem voltam, aki úgy előreállt, én olyan szürke voltam mindig, az ilyen tét helyzetekben ilyen nagyon jellemesen és vakmerően tud viselkedni. Nem kell semmi, ennek nincs abban a pillanatban oka, magyarázata, valami kidől az emberből. Egyébként az, hogy szürke, meg jelentéktelen egérmű, ezt én csak tárgyilagosságból mondom, amikor nem vagyok helyzethez juttatva. Amikor helyzethez juttat valaki, mondjuk Zsámbéki Gábortól kaptam egy olyan szerepet, amit éppen nem irigyelt el tőlem senki, és eljátszhattam. Akkor viszont ott vagyok. Tehát akkor nincs kisebbségérzet, azt megcsinálom. Akkor, amikor másodszor eljött Kaposvárról, akkor is egy ilyen hirtelen vita hevében döntött, ugye? Babarcival összeveszett. Igen, nagyon fájt, igen. Elmentem, kértem egy üres papírt, és írtam három sort, hogy tudom, hogy aláírt szerződésem van a következő évadra, ennek ellenére most kérem a szerződés felbontását, és nincs szándékomban jövőre már itt dolgozni. De ezt ott döntött el? Ott, igen. Mert akkor ez már a nagyon sokadik feszültség volt. De jó hirtelen, forró fejűen dönteni? Nem. Egyáltalán nem jó, de ebben sem tudok közepeset. Megbánja aztán később? Nem bántam meg.
akkor kellett ez a nagyon erős jelzés, hogy ott elkezdett bomlani valami. Tehát az addig mindennél fontosabb kaposvári helyzet, egy csapat, egy együttlét, az elkezdett bomlani. És nem én kezdtem el. De ezt félig sírva adta be, ezt a háromsoros papírt? Nem, teljesen szárazon. Szárazon? Igen. De utána, amikor hazament, azért megkönnyezte. Nem? Nem. Nem, mert amikor kemény helyzet van, akkor nem sírok. Akkor mikor tud sírni? Amikor a Csomós Mari meghalt, akkor nagyon sírtam. Az érthető. Ő a színészetnek, a színészet fontos részének az eszenciája volt. Ezt tudja velünk érzékeltetni, akik nem állunk színpadon, hogy ez mit jelent? Hát a teljes odaadás, a pontosság, a becsület, az eszköztár, olyan eszköztár használata, ami példátlan, tehát egy gazdagság. És mondom, a hivatástudat. Tehát, hogy én nálam előfordul, hogy mivel otthon csinálok valamit, és messziről járok be, és már nem vezetek, és hívok egy taxit, és nem kapok időben mondjuk kocsit, kicsit késik, akkor késve érek be, és képes vagyok még mindig megállni a büfénél, és már fél hét, akkor mondjuk Jézus, fél hét, futok be az öltözőbe, elkezdek készülődni, és már másodszor hív az ügyelő kezdéshez, mire gyorsan lefutok. Marinál ilyen nincs. Marinál ilyen nem volt. Tehát ő a pályájának a komolyan vétele az valami olyan példás volt, olyan nem is tudok erre, nem jók a jelzők, ő úgy volt maximalista, hogy én, csak mondják, hogy maximalista vagyok, de annyira nem tudok, mint ő. Ez mi múlik? Hogy valaki ennyit tesz bele, még a másik megelégszik 85%-kal? Azon múlik, hogy ő hát egészen nyilván, ahogy ő fiatalon elhatározta, hogy színész lesz, ő attól kezdve, neki nem volt más dolog. Volt ugyan egy férje, akivel óriási szerelem volt, a Detre Gábor, de tehát, hogy olyan végül ugye gyerekük se volt semmi, tehát a Marinak semmi nem tudott fontosabb lenni szerintem a pályájánál, a hivatásánál. Nem tudom, hogy van, de csak egy felvetés. Nem olyan embereknél figyelhető meg, ez minden szakmára igaz, ez a fajta lankadatlan fanatizmus, hogy ez az ügybuzgalom, ez egy picit mindig az élet helyett van? Nem. Nem? A Marinak olyan időszaka is volt, amikor nagyon is élt. Tehát amikor még bűnöket is követett el így a pályája, bár a hivatása során, mert túlságosan is élt. Volt ilyen időszak is az életében. Lehet együtt, de ugye? De azt én leszámolom, az egy időszak volt, az nem számít. De van ez a mondat, hogy élet vagy alkotás. A kettő meg fér együtt. Ha valakinek a hivatása az élete, akkor az együtt van. Gyakorlatilag én is csak gyakorlatilag ezt bűzöm, vagy ezt vállalnám, csak közben nekem még bejött az öreg macska, akkor indulásra, nem mentek úgy el, hogy az öreg macska nem kapott tenni. Tehát akkor az még el is, akkor elkések. Tehát, hogy én beengedek ügyeket az életembe, akkor is, amikor már gondot okozza a szakmámban. De nem megy az élet a szakmai kvalitásai rovására. Néha megy, mert akkor annyira rohannom kell, hogy akkor azért remegek, azért izgulok annyira. Azért ön is végtelenül kötelességtudó. Az vagyok, igen. Tehát például a társulaton belül, ha megkínálják egy szereppel, olyan nem nagyon fordulhat elő, hogy ön azt visszaadja. Azt nem, eljátsza. Nem, visszaadni nem szoktam, de amióta ennyire megöregedtem, azóta már megbeszélik előtte velem, hogy azt én vállalnám-e. És hát
gyakorlatilag én nem emlékszem, hogy valamit ne vállaltam volna, de csak a saját színházamban. Amúgy azért tud nemet mondani. Rengetegszer. És hát például különösen például olyan helyzetekben, amikor tényleg, aki nem zenés vagy bulvárszínházban dolgozik, hanem úgynevezett művészszínházban, nem magas a fizetésünk, tehát mi nem ugrálunk anyagilag, és nem mondom, hogy nem esett volna jó a pálya során egy-egy ilyen nagyobb bevétel, soron kívüli kisebb munkával, nagyobb, mint egy-egy reklám vagy valami. De valami miatt az nekem nem jön be. Tehát, hogy... De miért nem? Lehet találni egészséges kompromisszumot, és vállalható alkuára. De nem jött be. Egyszer az igaz, hogy egy műfogsor ragasztó igen, reklámra hívták igen. fel, ha már a reklámot említette. Azért, mert volt egy olyan előadásunk, a Finito, Tasnádinak az írása, Finito című, tulajdonképpen az egy komédia volt, és Márcsai Pál rendezte, és abba az anyóst játszottam, és a darab szerint ragasztotta, tehát fogsora van, alul felül, és egy nagyon kinyúlt, nagy kötött pulóver, vagy horgott pulóver volt, és két, benyúltam az egyik zsebébe, és akkor így letettem az egyik fogsort, és akkor már a másik, és akkor alsort, és akkor kettőt így koppintottam a fogammal, hogy megvagyok. Na és akkor ezt már akkor játszottuk 2-3 éve körülbelül, és egyszer csak felhívnak, hogy reklám. Mondom, jaj, ne arra, ugye nem nagyon szoktam reklámba jelen lenni, tehát nem szoktam vállalni. Hát pedig ez egy nagyon-nagyon jó, mert egy tényleg minőségi, ilyen fogsorragasztó. Fogsorom, mondom, és hogy jutottam ezt? Hát, hogy látták a Finitót, és mert nekik olyan ember kell, aki azt, ezt tudja, valóban bevállalva tudja hirdetni, mert ha használja. Hát, hogy hiteles. Igen, hiteles ez a jó szó. És akkor mondtam neki, hogy de hát mondom, az egy szerep, az na de hát de hordok, fogsorra lélek. Mondom, nem fogsorra lélek. Hát mondom, túl jól sikerült a mozdulat, de nem, mondom, nem. De az egy annyira vicces helyzet volt. Értse meg, hogy még soha nem vállaltam, és akkor nem öregkoromban fogom elkezdeni. Soha nem kísértette meg? Mondjuk a pénz, vagy egy picit könnyebb nem, élet lehetőség? Nem. Azt gondoltam, hogy amíg megvagyok valahogy így is, addig erre nincs szükség. És, de semmi bajom azzal, hogy hozzám nagyon közel álló, csodálatos színészek bevállalják, megcsinálják. Hát az az ő döntés, ez meg az enyém. Manapság szükséglete szerintél? Hát, hogy mondjam, ma azért nem, de nem anyagilag főleg, hanem azért, mert rossz a szemem, és nem vezethetek. Nekem az életem egyik legnagyobb szerelme a kocsi volt. Most hogy közlekedik a művész? Hát most taxival. Taxival? Hát azért az nem olcsó műfaj. Nem olcsó, rettenetesen drága. Én a gatyámat, így szoktuk mondani, ugye gatyámat állatokra is taxira költöm. De mivel semmi másban már nincsenek igényeim, tehát, hogy én 15 éve biztos, hogy nem vásároltam ruhát, vagy. És amikor elszakad a ruha, akkor megfoltozzuk, azt hordom tovább, szakadtan. Vagy ha meg se foltoztuk, akkor is hordom tovább. De ez miért van ön szerint? Nem érdekel. Nem érdekel? Nem. De volt olyan időszak, amikor úgy csajosabban? Persze. Ezt gondolom. Hát amikor a Bezsenyei Zsófival, ő sárga, én pedig tűzpiros miniruhába Kaposvár főutcáján. És amikor anyám jött szembe, és azt mondja, lányok, jaj, mondom, olyan anya, hol voltál, moziba volt. És akkor azt mondja, van pénzetek? Nem nagyon. És adott egy 20-ast. És akkor vettünk fagylaltot, meg cseresznyét, vagy meggyet, nem tudom. És emlékszem, a latinka szobor, az már nincs meg Kaposváron, azt már lebontották, de akkor még volt, alatt volt valami pad, és ott leültünk Zsófival, és köpködtük a mennymagot, nyaltuk a fagylaltot, hát jön egy rendőr, és igazoltatott minket. Hát mondom, citromsárga, meg tűzpiros, de tényleg mini, nem kicsit mini. Ott, ha valaki lehajolt, akkor már nem volt rajta ruha. Szóval, tehát, hogy volt, persze. És hát meg azok az időszakok, mikor annyira szűk farmerokba jártam, mindig betűrt trikokba, hogy hát ott sem lehetett egy mozdulat úgy, ami nem él, nem mozog, nem adja magát.
És ez a része, ez egy folyamat következtébe veszik ki az emberből, vagy egy pillanathoz köthető, amikor úgy valamire gondol, és azt mondja, hogy nem, ez témán nem. Nem, biztos, hogy egy folyamat. Tehát, hogy amikor, hát a nagy folyamat, az amikor elkezdtem hízni. Hát azt én nagyon utáltam. De akkor az első 4-5 kilónál az ember elkezd kívülhordós inkeket hordani, nem betűrtet, nem testhez állót, és akkor még megint az van, hogy semmi baj. Aztán a következő 5-6 meg 10 kiló, akkor halálcikkivé válik a dolog, de már nem tudok visszafele, nem, már nem megy visszafelé a dolog. De szereti is a hasát nagyon, ugye? Én szeretek finomokat enni, és soha életemben nem főztem, nem is tudtam, és a pandémia alatt, hát ugye otthon voltam többet, és annyira finomokat tudok főzni. Most például a nevelőanyám emlékére én nem tartok be hagyományokat, karácsonyfát se állítok. Tehát nincs rá nekem magamnak, nincs igényem, egyedül élek, azt csinálok, amit akarok, tehát nincs karácsonyfa, nincs díszkivilágítás, nincs semmi. Viszont a nevelőanyám emlékére mégiscsak azért a forralt bort karácsonykor megcsinálom, és szilveszterkor a lencsét. És olyan lencsefőzeléket ketyerintettem például idén, és sok lett, mert hát, hogyha egyedül vagyok, akkor az sok, és akkor vittem be egy dobozzal, itt van a Gazdag Gyula filmrendező barátom fia, Los Angelesben él, a Gazdag Péter, és most pont itthon van Magyarországon, és vittem be magammal egy dobozzal, és ott este előadást, nézte az előadást, és előadás után elfeleztük a büfébe. És jött egy csodálatos kollégám, csodálatos barátom, Vajda Laci fia. Vajda Laci már elment tőlünk, de a fia... Vajda Milán. A Vajda Milán, az kollégák vagyunk, együtt játszunk a Szabó Magda ajtójában is, csodálatos. Na mindegy, a Milánt imádom, nagyon-nagyon szeretem, és nagyszerű, csodálatos színésznek tartom. És mondja, hogy én is szeretem ám a lencsefőzőket. Mondja, jó, akkor holnap hozok neked. És megint ugyanazt a dobozt, amit előző este mi kettenetek hoztuk, egy maga befalta. És már 2 nap múlva, amikor eszünk megint lencsét, tehát hogy ízlett a férfi embereknek is olyan lencsét tudok főzni, és nincs rántás, meg ilyenek. Hogy kell csinálni? Tehát mitől jó? Hát, békonszalonnát földarabolok apróra, kevés olajon lepirítom, arra elég sok hagymát rakok, arra jön rá az egy éjjelre átázott, nagyon megmosott és beáztatott lencse, már akkor az áztatóvízzel együtt én nem vagyok hajlandó áztatóvizet kiönteni. És akkor azzal együtt jön a lencse, és akkor jönnek bele babérlevél, bors, csili bors, akkor amikor már elkezd készre főni, só, vagy pedig, ha van otthon olyan, hogy nincs tartósítószer benne, vegeta, ilyesmi, tehát ízesítés, tehát még jön bele egy-két ilyen ki mit szeret fűszer, és akkor utána, amikor már elkezd egy kicsit puhulni, akkor én szoktam még egyszer sárgarépát, egyszer fejrépát, és egy nagyon-nagyon kevés, egy egész kis darab zellert, ezeket aránylag kis kockákra vagy kis egységekre vágom, és akkor az is belemegy bolondításnak. Minden ok nélkül. Bolondításnak belemegy. És pont a Milán volt az, aki ezt megjegyezte, hogy ez fantasztikus, hogy van benne sárgarépa. Mondom, hát az csak egy kis stihet. Ja, meg a mustár például. Én azzal a lencsefőzelékben mustár? Igen, mustárral savanyítom. Mert én savanyikással szeretem a lencsefőzeléket. Úgy, jó, igen. Azt mondja a művésznő, hogy amire vágyom. Most már van nemzetszínészet cím, egy szinte tökéletes életmű, legalábbis kívülről úgy tűnik. Mi az, amire vágyik? Vágyik még valamire? Hát, egészség, hogy ezt lehessen bírni, ezt a dolgot. A derekam nagyon fáj, nagyon-nagyon fáj. Olvasás elvesztése, annál nagyobb gond nem kell az életben. Tehát az, hogy például én a könyvesboltokban szoktam, na ott is van egy ilyen remegés, hogy annyira tudok vágyakozni könyvekre, hogy ki kell jöjjek levegőt venni a boltból, mert különben rosszul leszek. Olyan izgalom jön önre. Igen, annyira tudok vágyakozni egy-egy könyvre. De meg is veszi őket. Régen megvettem 3 havi fizetést néha.
Annyit elköltött ott egy ilyen? Igen, mint egy ilyen betegség. Úgy működött, igen. Kaposváron volt egy üzlet, ahol lehetett hitelbe vásárolni, könyvesbolt. És hitelre vásárol? Három havi fizetés értékét vittem el, és akkor havonta, mit tudom én, 7000-ként fizetgettem. És hogy a kis pályás a könyvekről van szó, de ez egy másik szint. De mi? Már ez nincs. Alig megyek be könyvesboltba, hogy ne legyek rosszul, mert már nem tudok. Tehát nyomtatásban megjelent írást, azt én már nem tudom elolvasni. De jó volt látni újra. Köszönöm. Ne tessék azon gondolkodni, hogy jó helyre került ez a nemzetszínésze. Díj, mert ennél jobb helyre nem kerülhetett volna. Örülök, köszönöm, hogy láttam, hallottam. Folytassuk, még egyszer lehet, hogy beszélgettünk majd egy jót. Mert mindjárt 80 éves leszek. Isten értesse sokáig. De nem, most még korai, de akkor is majd fogunk talán beszélgetni. Legyen így, csókolom. Köszönöm még egyszer, én is nagyon.